gyerekek, készülék próbát. Kapja az instrukciót a búvár, aki a doromlási szivattyú telepen levő rendszert nézte át. Ezzel párhuzamosan a csővezetékben levő kiskocsira felszerelt kamera felvételeket készített annak belső állapotáról. A szakemberek azt vizsgálták meg, hogy a szivattyútelep milyen állapotban van, és milyen szükséges fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy az egész holtágat rendbe rakják. Az elképzelés az, hogy az egész holtág revitalizációját végrehajtsuk. Ez egy közös munka az önkormányzatokkal, illetve a vízügyi ágazattal. Szeretnénk erre uniós vagy egyéb pályázati pénzt szerezni. A komplex felújításnak több eleme lenne. A cél pedig az, hogy vizet lehessen biztosítani egész évben a holtágakba, és megakadályozzák a feliszapolódást. Ehhez Tóth Sándor szerint megközelítőleg 10 milliárd forintra lenne szükség. Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, az érintett települések vezetőivel és a vízügyi szakemberekkel közösen keresik a megoldást arra, hogy a szükséges forrás megérkezzen a térségbe, mind a meder kikotlásához, mind a szivattyútelep felújításához. Azt tudom ígérni, hogy ami a szivattyú rendbetételéhez, illetve az egész nyomban rendbetétel szükséges, ezt a forrást, ezt az idejében ezt tudom biztosítatni a kormányzat részéről. Appelszofer Ágnes Tolna polgármestere kiemelte, ezzel a felülvizsgálattal és egyeztetéssel a közös munka elkezdődött a holtág megmentéséért. Ezáltal a tolnai holtágba újra egy kicsit több víz lehet, és ugyan a végső probléma megoldása, tehát a meder iszaptalanítása ezzel még nem oldódik meg, de egy kezdő lépés ahhoz, hogy megoldódjon a tolnai holtág vízutánpótlási problémája. A vízügyi szakemberek által készített projektanyag várhatóan az őszre készülhet el, utána kezdődhet meg a fejlesztés és a kivitelezés előkészítése.